gyakori szintelei a szentek kísértésének. Ha megnézzük a Szentírásból a Sínai hegyen, Izrael gyermekei félelmetes mennydörgésnek voltak tanúi a 2 Mózes 20:19-20-ban. A Mória hegyén volt Ábrahám életének legnagyobb próbatétele, mindannyian tudjátok, hogy a fiát oda kellett szánja. Isten ezt kérte tőle, hogy áldozza fel egyetlen fiát, Izsákot. Ha megnézzük a Kármel hegyét, amelyen voltunk is, akik Izraelbe voltak velünk, a Kármel hegyén Illés kihívta Bál profétáit, ez az 1 Királyok 18:21-ben volt, és visszahívta Istenhez őket. Illésnek hatalmas hite volt Istenbe, és ez akkor igazolódott igazán be, amikor az imájára válaszként tűz jött le, és leszállt, és megemésztette az áldozatot. Még Bál profétái össze-vissza vagdalták magukat, kiabáltak, de attól nem jött le egy áldozat, olyan fajta áldozat, amit Illés hozott, ami tiszta szívből, a hitnek a teljességéből imádkozott el. Olyan tűz jött le, hogy meggyújtotta az áldozatot, és elégett. Nekünk a hegyek mozgatásához, és mindenki akar gyógyulni, hanem te, akkor a családod, a környezeted vagy a gyülekezet, velük is meg kell állnunk, ezeket el kell mozdítani. Mert az isteni fajta gyógyulás az mindenki számára van. Isten nem személyválogató, még ha bűnt is követett el az illető, megbocsájtatik neki, és Isten képes felsegíteni. Természetesen vannak akadályai a gyógyulásnak, a testiség, ugye, a hitetlenség, a szeretetlenség, gyűlölség, és ha mindjárt fogok nektek példát hozni, tehát ha eredményről, hit eredményről beszélünk, akkor azt tudom mondani, hogy a problémádat azt egyedül Isten tudja megoldani, de a te hited fog abban közel játszani. Mindannyiunknak el kell jutni arra a helyre, hogy elismerjük, hogy mindaz, ami történik, vagy történt az életünkben, abban benne van a mi felelősségünk is. Akár elrontottuk, akár a sikerünk, és akár a kudarcunk. Tehát nem menthessük fel önmagunkat azoktól a problémáktól és nehézségektől, a mi felelősségünk is. Mi azt gondoljuk, hogy ki támogat, vagy ki van ellenünk, vagy ki van mellettünk. Valójában abba kell hagynunk, hogy más embereket hibáztassunk mindazokért a dolgokért, amik megtörténtek velünk, vagy nem történt meg az életünkben. Különböző hátterekből jöttünk mindannyian, van, aki szegény családból, van, aki nehéz helyzetből, de van, aki igen gazdag családból, de mindenki meg van váltva. Isten, és mi sem a gyülekezetben, nem hiszem, hogy valahol oda mentem hozzád, és megkérdeztem volna, hogy hány osztályod van, honnan származol, gazdag vagy-e, szegény vagy. Ezt a világba teszik. Cezer doktornál dolgoztam a 80-as években, és az volt az első kérdése, hogy elég gazdag vagyok-e. Itt soha meg nem kérdezzük, hogy mi van a zsebedben, és hány diplomát van. Mindegy, hogy honnan jöttünk, nehéz vagy könnyű helyzetből, szegénységből vagy gazdagságból, nincs jelentősége. És Isten a szívek vizsgálója. Ha elfogadjuk Jézust Úrnak és megváltónak, akkor az örökségünk mindannyiunknak egyforma, Krisztus Jézusba. Isten mindannyiunkat egy hit szinten indít el. És mindegyikünknek el kell fogadni az örökséget. Ha megérted a felelősségedet Krisztus Jézusban, amiben vagyunk, vagy problémák, vagy körülmények, azokon, amit mi beengedtünk, az a mi hibánk is. Természetesen, ha megtámadnak a munkahelyünkön, gyülekezetekben is vannak problémák, de nekünk is meg kell tenni a részünket, hogy elvégezzük jól a munkánkat. Mert dolgozni csak pontosan és szépen. Ahogy a csillag megy az égen, úgy érdemes. Még József Attila is ezt mondja, a mi nagy költőnk is tudta ezt, hogy jól kell munkálkodnunk, és szépen, hogy ne találjanak hibát bennünk, mert az ördög mindig fog hibát találni. Ugyanígy az életünket is igyekezünk úgy vezetni, hogy amikor az életünk végére eljutunk, hogy akkor nem mondjuk azt, hogy hiába való volt,
hanem Istennek a tetszésére éljünk. Meg kell értened a felelősséget, amit Istentől kaptál, te is és én is. Mert nekünk van egy felelősségünk, hogy hogyan tápláljuk a testünket, hogy hogyan viselkedünk a nehéz időkben, hogy hogyan teszünk emberekkel, és mert ekkor meg kell állnunk Isten előtt. Ha megérted a felelősséget, az fel fog téged szabadítani. Mindegy, hogy mi történik körülötted. Mindegy, hogy mi van benned most, harag, neheztelés, bármi is legyen. Az imádság az hegyeket tud mozdítani. De ahhoz, hogy helyzet megmozduljon, és a hegy a tengerbe ugorjon, akár a házasság, akár a munkahelyi, akár a testi, ahhoz hajlandónak kell lenni, hogy szembesüljünk a közel játszódó kísértésekkel. A sátán a legnagyobb kísértő. Nem mondd azt, hogy a feleséged, hogy a férjed, a gyereked vagy a munkahelyed a sátán van, e mögött. A felett pedig te is, és én is kaptam hatalmat, hogy kígyón és skorpión tapossa. És le kell vetni ezeket a vádaskodásokat. Ez a világ csinálja. X és Y miatt van. Nekünk kell megváltozni. És akkor nézzük ezeket a hegyeket, hogy már az elődeink is mikkel néztek szembe. Ma igazán a gyógyulásról beszélnék, és ha elfogadtad az Úr Jézus Krisztust, akkor te Isten gyermekévé váltál, és jogod van ahhoz, hogy Isten minden ígérete beteljesüljön az életedbe. De ez nem csak a gyógyulásra vonatkozik, az életünknek minden területére. Ha jön egy probléma, ha jön a kísértő pedig a nyomodba jár, ezt szeretném elmondani. Lehet, hogy egy-két hétig nyugalom van, és egyéb, és lehet, hogy le is álltál az imával, de azt elmondom neked, hogy a kísértő nem alszik. Ő ugyanúgy jár utánad. Isten Izrael őrizője sem alszik, Isten vigyáz ránk. Nekünk még az a kiváltságunk is van, hogyha a sátán kikér, akkor Jézus imádkozik, hogy el ne fogyatkozzék a hited. De mindenkinek van egy felelőssége a saját életéért. Mindenkit nem tudunk, és te sem tudsz, mint hogy te sem tudod a gyermekedet, akit a legjobban szeretsz, vagy anyukád, vagy apukádat éjjel-nappal hordozni, mert neked is vannak személyes szükségleteid, neked is vannak kihívásaid, és ugye, amikor állandóan másra koncentrálsz, akkor sem az Úrral nem lesz kapcsolatod, és még önmagadra sem, önmagadat sem tudod felemelni, tudod miért? És hitben járatni önmagadat? Mert mindig másra kell koncentrálni, és nem jut időd önmagadra, mert mások lefoglalnak. Mások mindig fognak neked kitalálni dolgokat. Mindig. A családod, a környezeted, a munkahelyed, és mindenhol. Tehát nekünk ezek a problémák és a hegyek mozgatásához hajlandónak kell lenni, és ezek a kihívások, amivel szembenézünk, a hegyet nem mászni kell, hanem nekünk hitembereknek ezt mozgatni kell a problémát, a kísértőt. Az a kiváltságunk és privilégiumunk van, hogy kaptunk hatalmat, a kígyón, a skorpión, kaptunk hatalmat, azt a hatalmat, amit Jézus kapott. A világnak nincs ilyen hatalma. Az Ószövetségben nem volt meg jobbnak a hatalma. Neki nem volt közbenjárója, nem volt szószólója. Magáért kellett megállni. Akkor elismerte, hogy na igen, ő a hibás, akkor Isten megszabadította, kelet leggazdagabb embere volt, a Jobb könyve egy 42 fejezetből álló szenvedés történet. Kelet leggazdagabb embere, gyönyörű családja, 12 gyereke, és mindene megvolt, és végül egy nincstelen senkivé vált, és ült a hamuba, és kesergett a fekélyei felett. És mind azért, mert beengedte, a félelmei lerontották a falakat, a haragja neheztelése, és aztán még az a pár barátja is elkezdte őt vádolni. Tehát akik még mellette maradtak, még azok is szinte a kést a hátába döfték, és Jobbot vádolták. Jobbnak meg kellett térni ebből, hogy amitől remegve remegett, az jött rá. Volt benne, hiába volt gazdagsága, hiába volt szép felesége, hiába volt gyönyörű gyerekei, hiába leborultak a lába előtt, mégis beengedte az aggodalmat és a félelmet. És ez lerontotta az életébe a jó dolgokat, és a sátán be tudott lépni,
ő a kísértő, és a kísértő ellopta a házát, a vagyonát, a gyerekét, a családját. Van egy felelősségünk, nekem is, mint pásztornak és a férjemnek. Ugye az a felelősségünk, hogy tanítsuk az embereket. Meg kell tanítani az embereket hétben járni, hogyha jön a gyülekezetben, sokan már 15 évesek, és még mindig nem tudnak magukért semmit tenni. Meg kell tanítsalak benneteket, ahogy Jézus is megtanította a tanítványokat halat fogni, vagyis halászni. Nekem is az a tisztem és feladatom, mint egy tanítónak, hogy megtanítsalak benneteket hitben járni. És most csak avval a kicsi hittel, amit van, azt fogod tudni használni. És Isten azt a kicsi hitet is meg tudja jutalmazni. Ha csak megnézzük az Ószövetséget, és Noénak csak annyi hite volt, hogy hitt az ő Istenében. A világon semmiféle esőt nem látott. És mégis Isten azt mondta neki, hogy kezdjél el hitben járni, és kezdjél el építeni egy hajót, akkor nem mondta azt, hogy Uram, hogy fogok eljutni, elhordják majd a fát, meg a szenet, meg mindent ellopnak tőlem. Fogta, és nekiállt építeni. És Isten mindig adott hozzá egy kicsit. Volt hite Istenben, és elkezdett növekedni. Vagyis amit van, azzal kell valamit kezdeni. Még ha nem is ismered az igét, csak az üdvösség imád, volt ilyen az elején. Nem tudtam, hogy kell imádkozni a betegekért, mert annyira az elején voltam, és én már mindjárt akartam az Úrnak segíteni. Még az 1 Péter 2.24-et se igazán ismertem. És elmondattam üdvösségimát, és attól is meggyógyult az ember. Tudod miért? Mert Isten az én hitemet nézte, meg azért az emberét. Vagyis a két hit, ahogy összeadódott. Isten mindig azzal tud valamit kezdeni, ami neked van. Mit van? Mit tudsz adni? Ha megnézitek Samson, aki egy szamár állkapott, sem ezer embert szétvert, akkora ereje volt. Milyen volt Samsonnak? Összesen volt egy kis szamár állkapott. Hát mekkora egy szamár? Hát mekkora lehet az? Ha megnézitek Dávidot, Jézus nem született volna meg, ha a kis Dávid, ugye, mert Dávid vonalán született meg az Úr Jézus Krisztus. Ezer embert egy állkapocsa. Képzeljétek egy szamár állkapocsa. Írák könyve 15-ös fejezet, és 15-ös meg 16-17-est olvasom föl. És egy nyers szamár álcsontot találja, és kinyújtván kezét felvevé azt, és agyamvert vele ezer embert. És mondá Sámson, szamár álkoncsával seregeket seregre, szamár álkoncsával ezer férfit vertem el. És mikor ezt elmondotta, elvette kezéből az álcsontot, és elnevezi azt a helyet Ramat Lehinnek. Noé, nem megyek oda most, de egy a lényeg. Ha Noé ott ockodott volna, hogy nekem nincs akkora hitem, ugyan már, de hogy van, nem, majd inkább kimegyek panaszkodni és egyéb, akkor Isten nem tudta volna elküldeni az özönvizet. És nem jött volna erre egy új dolog. Ha meggondoljátok, hogy Mózes felemelte a botot. Most én csak az ószövetségi hívőkről beszélek. Jó, mondanád Mózesről, de Mózes még beszélni se tudott. Kellett neki Áron, mert nem volt egy ékes beszédű. Kellett a rokona Áron, hogy beszéljen. És felemelte a botot. Milyen volt? Egy szebb kis botja. És mi történt? Az a hatalmas vörös tenger ketté vált. 3,5 millióan mentek át. Hát az nem kell nagy hit, hogy egy botot felemeljünk, ugye? Mit van ma? Azt kérdezem. Hát mink van? Mi a nagy dolgokba iszünk, majd ha ez lesz, majd ha az lesz, egészségesebb leszek. Nem, amit van, az a kicsi. Azzal kezdjél valamit. Azzal kezdjél. Ha megnézzük azt, hogy Dávid elment egy filiszteushoz. Az egész zsidó nemzet félt ettől, senki nem mert kiállni, ugye, ez a filiszteus ellen. És a 17 éves kis Dávid, amúgy is azt írja a Szentírás, hogy Dávid egy kis pici, kisebb ember volt, tehát nem egy olyan daliás volt, nem egy olyan nagyon jóképű, szép ember volt, mint Saul király. Saul király az nagyon-nagyon kiemelkedő volt. És tehát egyszerűen Dávid egy paritjával, a
Nem kellett sok, csak egy parittya kiütötte, a homlokát eltalálta ennek az embernek, mert azt mondta, kinevette az egész izraeli hadsereget, ez a filiszteus, és azt mondta, micsoda, egy kutyát küldtök ellenem. Hát néha mi is olyanok vagyunk, mint egy kutya az ördög szemében, mert ilyen kicsik vagyunk, ilyen kicsi hitünk van. De a kicsi hittel és a nagy szánkkal ki tudjuk mondani, hogy Sátán pusztulja az életünkből, meg vagy kötve, meg vagy törve. A gyógyulás az enyém, és a csoda az enyém. És ha megnézzük, hogy van egy olyan történet a Királyok könyvében, hogy kölcsön kértek Elizeus egy baltát, mert vágtak ki fát az erdőbe, és elejtette a kölcsön kért baltát. És Isten be kellett dobni egy tehát vasat, a vas, tudjuk, a fizika törvényét, amit azért mindenki tud, hiába rég jártatok iskolába, azt mindenki tudja a fizika törvényét, hogyha bedobunk egy fát, egy gajat a vízbe, a vas ugye nyilván, hogy nehezebb a faj súlyánál fogva, és hogy az nem fog menni a tengerbe, és az nem fog följönni. És így csoda, bedobta, és följött. Ne gondold azt, hogy azt mondod, én ezt nem tudom megtenni, mert nekem nincs olyan hite. Mennyiben jobb a másiknak? Mit van? Mit van most? Van szád? Van-e a szívedben az örök élet? Akkor már van egy mustármagnyi hit benned. A dolgozni szépen és jól, az arra is vonatkozik, hogy Istennek dolgozni. A zsidók Józsué vezetésével körbejárták azt a hatalmas nagy Jerikót. Hatalmas hegyen épült város volt, és ugye a zsidóknak ezt be kellett venni. És Isten mit rendelte? Na, ez is egy nagy hitlépés, és ez a mai emberre is vonatkozik, mert nagyon szeretnek sírni az emberek. Olyan dolgokért, ami a kezükben van, aminek már meg kellene lenni, amert azzal, amiük van, nem teszik és nem csinálják, nem árasszák ki a hitüket, csak sírnak. Mi történt a zsidókkal? Isten elrendelte nekik, 6 napig masírozzák körbe ezt a hatalmas nagy hegyet. De csendbe kellett nekik maradni. És tudod miért? A hit az el tud csendesedni. És nem állandóan a körülményekre néz. Nem állandóan sír. Nem veszik észre, hogy miük van. Mert néha nagyon rossz jelentéseket kapunk. A halál árnyékának völgyébe járunk. És nem mondom, hogy mindig édes a víz. De a hitünk meg fogja édesíteni. És meg kell nekünk állni. És tudjuk, hogy tehát Dávidnál maradva, ugye azt az egy parittyát, pedig volt neki több is. Milyen volt? Kis parittya, meg az álkapocs. A Noénak csak az a hite volt, ő hitt Istenbe. És ha megnézzük azt, hogy ugye Elizeusnak is volt hite, hogy a kölcsönkért balta följöjjön, ami a fizika törvényének teljesen homlok egyenest ellen. Dávid utána fogta és levágta a fejét, leniszantotta. Ő volt a legünnepeltebb. És ugye győzött, mivel egy kavicssal, egy kővel. Fantasztikus. Mit van ma? Még egy ilyen pici mustármagnyi hited is van, akkor neked hinned kell. És saját magadért egy felelősséged van. Felelősséged van neked is és nekem is. Nekem azért, hogy amit tanítok, hogy legyen füled a hallásra, hogy halld meg, hogy a hitéletben van továbbfejlődés, de van egy felelősséged is. Tudjátok, néha, amikor belépünk egy szervezetbe, akkor én meg szoktam kérdezni, hogy mi az én kötelessége. Hát Jézus királyságában, amikor belépünk, ugye Isten elrendeli azt, hogy mi járjunk hitbe. Ezt ő rendeli el, ő is elvár valamit, ő mindent ad neked, örök életet, bővölködés, gyógyulás, szabadulás, és mindent, amibe csak van hited. De Isten elvárja tőlünk, mert Isten egy hitisten, hogy mi is hitben növekedjünk. Lehet, hogy nem vagy egy szellemi óriás, de hallottál-e a mustármagnyi hitről? Mert benne van a Szentírásban. Ezt lehet fejleszteni. És azt mondom, hogy mindegy, hogy most te milyen szinten állsz. Neked késznek kell lenni arra, hogy azzal a pici hittel, vagy nagy hittel. Mert tudjátok, akinek kis hite van, kis próbákat kap általában. Isten soha nem engedi meg, hogy jobban meg legyél próbálva a hit életedbe, mint amennyi hited van. Nyilván, hogy tőled nem fog egy olyan hitet elvárni, mint én tőlem. De engem sem fog feljebb kísérteni,
mert én még csak 25 éves vagyok az Úrban, mint egy 50 éves, akinek 50 éves hite van, és fejlesztette magát. Tehát mindenki a maga hit szintjén van a próbának kitéve. Ha hajlandó és engedelmes és alázatos. Mind van. Most hármagnyi mag, az ott van a te szívedben. És ott van, az körbe kell téged vegyen. Én ma ezt mondom neked, hogy kérdezd meg, hogy hát mi van neked a térbe, Jerikóra. 6 napig csendben kellett marad a izraelitáknak. Miért? Mert a keresztények állandóan beszélnek. És hitetlenséget. És a hírben is van hitetlenség. A sok beszédben elkerülhetetlen a vétek, és mi történik ilyenkor? Ilyenkor bejön a hitetlenség, amely nem lát jövőt, amely csak a láthatókra tekint. Ó, esik, soha nem lesz már itt jó idő. Soha nem lesz itt meleg. Ó, esik a pénz értéke, és háborúság van, egyre rosszabb minden, minden kilátástalan. És mit szóltál, meg lesz neked? Azt a kicsit sem kamatoztatod, hanem állandóan a láthatóra tekintesz, és még nagyobbá fog válni a te életedben. Ahogy járták 6 nap, becsukatta Isten a szájukat. Azt mondta, ne beszéljenek. Maradjanak csendben. 6 napig képzeljétek el, méregették a hegyet, és nem mondhatták ki. Hát ez néhány kereszténynek, mint az izraelitáknak is nagy gondot okozott. Mert szeretjük kibeszélni a dolgokat. Nagyon szeretjük mindent megbeszélni, próbálni. Ez sajnos ebben vannak gyengéink. De attól nem lesz jobb a dolog, mert átadom, és még ő is gondolkodik rajta. Akinek odaadom. Érted? És akkor elkezdi ő is méregetni a hegyet, és azt mondja, hát most ki jár, kinek a pártjára állja, kinek van igaza, és egyebek. A 7. napon kellett nekik nagyon csörömpölni, és ordítani torkuk szakadtába. Hát a 7. napra már Isten annyit foglalkozott velük, hogy a 7. napra becsukták a szájukat, a hit elkezdett növekedni. Námán nagy hadvezér volt, és a proféta kiment hozzá, és azt mondta, hogy ha menjen és fürödjön meg a Jordánba. 7-szer. És azt mondta, hát az ő országában is vannak vizek, ki kíváncsi arra. Miért nem a király jött ki elé? Miért nem kapta meg ő a megfelelő fogadtatást? Tehát leomlott a fa, Jerikó fala, képzeljétek el, és a zsidók be tudtak menni erre a földre. Dicsőség Istennek. És el tudták foglalni. Ezért van ma a tejjel mézzel folyó, ugye, Kánaán földje, az Izrael földje, a gyönyörűséges, áldott föld. Amikor ezeket mondod, hogy én nem tudom megtenni, akkor ez nagy baj. Jairus elindult a lányáért Jézus elé, és mindent odaadott. És jött egy holmi nő, aki 12 év óta vérfolyásos volt. És megállította a hitével Jézust. Tudod, egy kicsi hittel is meg lehet Jézust állítani. Nem kell az pásztornak lenned, nem kell ahhoz ennek lenned vagy annak, ahol a piciddel, amit van. Mit van? Ezt kérdezem, mit van neked? Látod, egy szamár állkapó csak 1000 embert ki lehet lőni. Én a számmal szoktam, a számnak a tűzével az ördögöt elparancsolni. Népek, nemzetek a gyülekezet elől. Tehát az emberek eljönnek gyógyulni, de a gyógyulás is akkor lesz csak végleges, néhányan csak hétről hétre vegetáltok, és nem gyógyultok, vagy meggyógyultok, de visszaengeditek. És akár a házasságban is véglegesen le kell rendezni, és ki kell dobni a sátánt, ki kell a kísértőt. És meg kell tanulnod magadra úgy tekinteni, ahogy Jézus tekint te rád. Námán nagyon föl volt háborodva, ugye, hogyha ezt tekintjük, lealázónak gondolta, hogy egy proféta jön ki hozzá, és elrendel, hogy menjen, fürödjön meg. Végül a szolgája mondta neki, hát uram, mi bajod lesz, ha elmész és megfürdesz? Vett alázatot, és elment és megfürdött. A jót mindig elvettem, és az alázat a legnagyobb erény, amit el tudunk fogadni. Tehát a gyógyulásunkhoz vezet, akár az engedelmességünk Istennek. Námán is engedelmes volt, ezért ő meggyógyult. Tudjátok, ezek a nagy felgerjedések és egyéb, ezek nem valami jók,
hát ha veszük a Kananeus asszonyt is, ugye a hite megtartotta. Vagy Péter anyósa, hogy imádkozott felette Jézus, és elmúlt a láza. Vagy a bélpoklos, ugye, meggyógyult. Vagy a vakfiút is meggyógyította Jézus. És Jézus tegnap, ma is mindörökké ugyanaz, hogy a Zsidó Levél 13.8 mondja. Tehát a gyógyulás az a mi részünk. Az Úr, ami gyógyítunk, mondja a második Mózes 15.23.26, de a Malakiás 3.6 azt mondja, hogy én az Úr nem változom meg. Hát és hogy lehet az, hogy már ennyi éve ide jársz, és még mindig nem gyógyultál meg? Valami hibázik. Senkit nem ítélünk el. Én is kijöttem súlyos betegségekből. És azt meg kell tartani. Igaz, hogy vissza-vissza köszön, de akkor megállok, imádkozok, böjtölök és kitartok, és ennyi. Milyen akadály lehet a gyógyulásod útján? Egyrészt a tudatlanság, hogy nem vagy benne biztos, hogy Isten téged meg akar gyógyítani. Lehet, hogy másokat meg akar, de téged nem akar meggyógyítani. És ilyen nincsen, hogy téged nem akar meggyógyítani. Jézus mindenkiért meghalt, és szeretnék, ha a hited hitépítésben vennél részt, és a hit útján lenne neked egy látásod, és hát mit is hiszel magadról, mit hiszel arról a tünetedről, amid van, hinned kell, hogy Isten a csodát el tudja végezni. És ez nagyon fontos. Hiszed-e azt, hogy Isten meg tudja ezt cselekedni? Hit kell hozzá? Mert ami nem hívből van, azt tudjuk, hogy bűn. A hitetlenség az nem lát jövőt, a hitetlenség az nem gondolja, hogy én gyógyulok meg, csak azzal foglalkozik, hogy a másik miért gyógyult meg. A másik miért boldog? Hát mert az érzékszervek birodalmába járni az nem egy jó dolog. Tehát oda kell figyelned. Nézzük tovább. Tehát a hitetlenség is, akkor a meg nem vallott bűn. Milyen bűn lehet az? Hát az, hogy akár visszájkodás, néha a családokban felüti a fejét az irítség. Akár valaki él két generációban, háromban, és akkor az első generáció az haragszik a harmadikra, a másodikra, és egyéb irítség, vértékenység. És neheztelés, meg bocsájtatlanság, ugye? Az is egy akadály, de az nem csak a gyógyulás útján, hanem a bővölködés és a boldogságunk útján is. A bálványimádás, okkult tevékenység, azt ki kell zárni. Aki beengedi az ördögöt, az nagyon nem jó, és nem tud tőle megszabadulni. Tehát Jézus, ha megnézitek, sok gyógyulás van a Szentírásban, az Új Szövetségben, és Jézus sokszor úgy, ha megvizsgáljuk, hogy miért döntött úgy, hogy meggyógyítja az embereket, hát például a vérfolyása azt mondta, a hite miatt, mert Jézus megállította. Aztán, amikor a 5000 embert és ugye megvendégelt, de az nem 5000 volt, az minimum mindenkinek volt felesége, vagy a férfiakat számolták akkor, és még 12 kosárral maradt. És ott az emberek iránti irgalma miatt tette meg ezt Jézus. Aztán János 9-ben pedig azért, hogy megmutassa az ő dicsőségét. Meg akár amikor feltámasztotta Názárt. A csodákat Isten ezért teszi, hogy Istené legyen a dicsőség. Mert az emberek néha hajlandóak, hogy maguknak adják a dicsőséget. Én nem tudott meggyógyulni Názáretben sok ember. A hit hiánya miatt. Jézus csak néhány előtte hatalmas csodákat tett. És utána elment Názáretbe, a saját hazájába, és mi történt ott? Csak néhány emberre rátette a kezét, és csodálkozott azoknak hitetlenségén. Isten azt akarja, hogy elfogadjuk a lelkünkbe, a testünkben zajló nehézségeket, de a felelősség a tiéd. Nem a pásztor, és nem Isten a hibás. Isten mindent megtett, Jézust elküldte. A hit imája az, hogy hiszel abban, hogy az imád meghallgatás nyert. Hogy helyreáll az életed, a házasságod, az a pici hittel neked kell hinned, hogy eltűnik a daganat a testedből, hogy akár a pajzsmirigyed, bármid, a gerinced meggyógyul, hogy eltűnik a daganat, a sérv a testedből, neked ebben hinni kell. És mielőtt még bármi változást észlelnénk, vagy tapasztalnánk, meg van írva, sátán, te kísértő.
Meg van írva, nem lophatsz tőlem. Sem a testem egészségét, sem a pénzemet, sem a embereket. És az Úr azt mondta Józsuénak, hogy kezedbe adtam neked, ugye Jerikó. Egy győzelmet adott Isten a te kezedbe. És ha kudarc van az életedben, az nem Istennek a kudarca. És nem is az enyém. Mert én az igét tanítom. Kis hittel is tudsz nagy dolgokat. Az a kis szamára elkapocs, az egy nagyon nagy példa. Illés Kármel hegyén. Tüzet hozott le. Hit kellett ehhez. Lehet, hogy nem volt óriási hite, de mégis volt annyi, hogy Istennek a tetszésére volt. Vajon a te hited Istennek a tetszésére van? Vagy csak kritizálsz? Vagy csak azt mondod, én ezt nem tudom megtenni? Dehogy nem, csak nem akarod. Kell valaki legyen, aki kinyissa a szemedet, és felvilágosít téged. És ne gondold azt, és ne értékeld le magad, hogy egy a dolog, hogy te legyél hajlandó, legyél engedelmes, Istennek tetsző legyél, még akkor is, ha csak öt ige van benned. Egy igével is el lehet untatni a sátánt. Én az 1 Péter 2.24 és az Ézaiás 53.4-5-ön gyógyultam meg. Az 1 Péter 2.24 mindenki tudja, aki testében a bűneinket felvitte a fára, hogy a bűnöknek meghalván az igazságnak éljünk, akinek sebeivel meggyógyultunk. Ézaiás proféta könyve 53.4-5. Pedig betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat hordozá, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik, kínoztatik Istentől, és ő megsebesített bűneinkért, megrontatott a vétkeinkért, és békességünk büntetése rajta van, és az ő sebeinket, és az ő sebeiben gyógyulánk meg. És azt mondja, hogy az Úr mindnyájunk vétkét ő rá veti, Jézusra. És Jézus sebeiben te meggyógyultál. Tehát el kell fogadnod, mert Isten irgalmas és könyörületes. És az jó, hogy itt nagyon sokan megvalljátok, hogy igen, igen, jobban vagyok, elmúlt a tünet. De én azt szeretném, hogy véglegesen meggyógyuljál. Te is ajánlom, hogy tartsd meg a gyógyulásodat. Amikor akar a tünet visszajönni, akkor kezdj el imádkozni, az összes gyógyító igét elmondani, ott van a könyvünk, és imádkozni Istenhez, és meg fogod látni az ő dicsőségét. Ne legyél hitetlen, hanem hívő. Amikor a 10 leprásnak Jézus azt mondta, hogy mutassátok meg magatokat a papnak, mintha csak azt mondta volna, én szavamat adom nektek, hogy ti meggyógyultatok. Mind meggyógyult út közben, igaz, hogy csak egy ment vissza. Miért kellett elmenni a 10 leprásnak a paphoz? Azért, mert a lepra az keletleg rettegettebb betegsége volt. A leprások ugye lehullanak a testrészük. El voltak különítve a társadalomtól, és mindegy, hogy király volt, mindegy, hogy milyen pozíciót töltött be, szegény volt vagy gazdag, nem volt jelentősége. A közösségből ki lett zárva. Mert olyan beteg volt, fertőző beteg volt. És Jézus azt mondta, hogy hát mutassátok meg a papnak. A pap volt az, akinél a pap kiírta, megírta ezt a levelet, hogy őt meggyógyulta. Menet közben gyógyultak meg, amikor azt mondta nekik Jézus, hogy menjetek, mutassátok meg a papnak, akkor ez egy hitet érdemlő dolog volt, és a 10 ember elment a paphoz, de az már elég volt arra, hogy Istennek tetsző. Sokszor azt mondom, valaki gyógyulni akar, sokan kérnek a családjuk, kér gyógyulást, azt mondom, miért nem hozzátok el? Az egy hitlépés, amikor eljön a gyülekezetbe, és Isten azt hitnek tekinti. 10 leprás ismerte a törvényt és a gyógyulást. Nekik valójában már múlt időbe kellett tenni, nagy hitük kellett, hogy legyen, múlt időbe kellett tegyék ám azt, hogy ők már nem leprások, hogy már nem hullik le szafatokba a hús róluk, múlt időben még elindultak, hogy a jelenbe el tudják venni. Tehát amikor rátok tesszük a kezünket, akármilyen kicsi hited van, hitedet tekintésten. Mindegy, hogy mióta jársz az Úrba. A kicsit is, mit van az a kicsi? Abban tudsz gazdálkodni. Múlt időbe kellett tenni a 10 leprásnak azt, hogy ő már meggyógyult a múltban. Mert amikor elindultak a paphoz, még leprásak voltak, és emberek közelében nem is volt szabad menni, de Jézusra hallgattak. Igaz, hogy csak egy ment vissza megköszönni. Mert hálátlanok az emberek. Nagyon hálátlanok. Jézusnak sem köszönték meg. Meglátták volna a valóságos gyógyulást, és ez a bibliai hit. Mert cselekedték, hogy nincs már ott.
és így a ő hitük alapján cselekedtek. Azt mondod, Isten mire, miért várat engem ilyen sokáig? Nem Isten várat. Tudod, ki várat? Te váratod őt. Hány éve küzdködsz? A betegséggel, a tünettel, a félelemmel, a visszájkodással, a nehézséggel. Te váratod Istent, mert az alatt amit van, kevés, mit van, nem használod. Majd csak Isten egyszer meggyógyít engem. Majd, ha eljön az ideje, majd. Tudod, mit csinálták? Kitetted a jövőbe. Lehet, hogy kaptál egy kis jót, majd csak egyszer jó lesz ez, meg az. Hát nem. A hit most veszi el azt, amit Isten felkínál. Elveszi. Felveszi. A Zsidó Levél 11. fejezete a hithősökről beszél. Hitben járni nem más, mint annak a látásnak alapján, hogy Isten örökké való dolgaira tekintünk. És a kis dolgokra is, tehát fontos nagyon, hogy ne mondd ki még egyszer, mert nem tudom megtenni. Vannak itt sokkal jobbak. De Isten a te hitedet akarja, nem annak a jobbnak akarja, aki olyan nagyon profi a te szemedbe. Annak is vannak hibái, ezt megmondom neked őszintén. Mindenkinek vannak itt harca. És a hitharcba fog kiderülni, hogy mi hogyan állunk meg. Szétesünk, összeesünk, idegesek leszünk, vádoljuk Istent? Nem. El kell indulnunk a gyógyulás útján, és meg kell tartani, meg kell ragadni. Amikor elindult a 10 leprás, nekik arra kellett tekinteni, hogy ők már meggyógyultak, és úgy indultak el. És mire a paphoz értek, már csodálatos volt. Elvették, amit Isten neki felkínál. De vigyáznod kell, mert az úton rengeteg útvesztő van. Amikor a gyógyulást keressük, akkor három dologra hívnám fel a figyelmedet. Ha megtanulsz magadra úgy tekinteni, hogy Jézus, ez azt is jelenti, hogy meg kell újítani a gondolkodásmódodat. Itt veszíted el a legtöbbet. A csata itt van, ez a legelső. Itt, a fejbe, a gondolatban. Néha nem tudjuk a gondolatainkat megszabolázni, de azt mondom, a gondolatok jöhetnek és mehetnek, de fészket ne verjen rajtad. Filippi 4.8. Tehát csak arról gondolkodom, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, és sorolhatnánk. És meg kell újítani, hitben növekedni. Most mindegy, hogy mennyit van, látjátok, milyen csodálatos dolgok ezek, hogy mennyi mindent el tudunk kis hittel is venni. Hát Mózesnek egy kis botja volt. Hát figyelj ide, egy bottal mit csinált a nagyhatalmas, aki volt a Vöröstengerben, tudja, hogy ott vannak nagyon mély dolgok, és nagyon nagy a tenger. És Isten mégis képes volt ketté választani. És átengedte a zsidókat, akik hajlandók voltak, engedelmesek, akik imádkoztak, hogy Isten szabadítsa ki őket. És utána bezárult a tenger. És azokat a frányákat, akik megtámadták, mind ott vesztek. Ugye az egyiptomja. Hát mi szeretnénk ezt. Ugye a kis hittel is, akár Noé, ugye? Nem volt térképe, nem volt semmiféle tervrajza. Vagy akár Mózesék, amikor elkezdték építeni a földi mennyei szentek szentélyét. Akkor imádkozott Mózes, hogy Uram, adj nekem tehetséget, hogy legyenek kőfaragók, művesek, munkások, akik valamit is értenek, vagy tesznek. És Isten adott bölcsességet, hogy fel tudják építeni azt. Isten megadta a méreteket, és Isten megadja ezt. Csak az igét. Az ige az, amik is valamink, amink van. Minél több van benned, annál nagyobb dolgokat tudsz elvenni. De ha csak kicsi van, még azt is meg tudod ragadni. Az elején mondtam neked, tudtam velük elmondani, nem ismertem azt, hogy... De Isten akkor is ezt a hitünket és a hozzáállásunkat meg tudja becsülni. Tehát a gondolkodásmódodra kell vigyázni, amikor gyógyulni akarunk a hitünkre, mert fognak jönni sírok, még néha mi is sírunk. Fognak, ahogy ugye Jairus házából is Jézus kihajtotta az embereket, akik sírtak. A sírók nincsenek hitben, azok neked nem tudnak segíteni, azok nem, akik melléd állnak és veled együtt sírnak, nem. Tehát vigyázz a hitedre, és a beszéded, na ez a legfontosabb, a gondolkodás, a hited és a beszédünk. A beszéd, a sok beszédbe elkerülhetetlen a vétek. Ha már van egy érdeklődő hited, ha van benned egy akarás, akkor Isten fogja munkálni továbbra is. De ne tekints a körülményekre. A leprás a legjobb példa nekem.
Az is jó, amikor a tetőt kibontották. Az is egy nagyon példaértékű, amikor egy ilyen sztrógos embert, ugye nem jutott Jézushoz hozzá, és az ember is, meg a kísérőik. Mert vannak kísérőink, akik a férjünk, a feleségünk, a családunk, a gyerekünk. Na, ezek azok, akik képesek kibontani a falat is, hogy Jézus elé kerüljünk. És ők tudnak érted is tenni. Oda, az, neked az van. A családod, a környezeted, a hittársad, bárki, aki melléd áll, tud falat bontani veled. De neked kell megtenni a lépéseket. Leprásoknak is el kellett indulni. És hitben kellett elindulni. Ugye a gondolkodásmódot nagyon kell vigyázni, hogy mit engedsz be, a hited, és ne idegeskedj. A hit nyugodalmába kell maradnom. Akkor is, ha az idő megy. Volt egy hitpróbám, ami 3 évig tartott. Nem kaparjuk le magunkat azért, nem kell annyira viszketni, meg idegeskedni, meg pánikba esni. Kitolod a gyógyulásod, kitolod azt is, amit van, elveszíted. Viszketsz a problémán, gondolkodol, és egyre nagyobb lesz, és ott lesz a hegy, és nem tudod elmozgatni. El ne távozzék-e törvénynek könyve a te szártól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, és vigyázz, hogy mindent úgy cselekedj, amit írva van abban, mert akkor leszel jó szerencsés a te utadon, és akkor boldogulsz, avagy nem parancsoltam én meg néked? Légy bátor és erős, ne félj és ne retteg, mert veled lesz az Úr a te Istened mindenben, amiben te jársz. Kérlek benneteket, hogy bátrak és erősek legyetek. És akkor vigyázzatok erre, hogy mi a gondolatod. Ez egy változás, ez egy folyamat. És megértést kell kapjál, megérteni a megváltást. A megváltás a tied, a gyógyulás része. És Isten ma annyit csodát tett velünk. Lehet, hogy nagyon csúnya jelentést kaptál. Lehet, hogy még az életed is veszélyben van. Bízunk benne, hogy felül tudunk kerekedni, együtt is, egyedül is, magunkban is. És akkor Isten átsegít ezen. Tehát Jézus azért jött, hogy életünk legyen, hogy bővölködjünk, örök életünk és áldás legyen, és hogy te járjál sikerrel. Tudjátok, a hithősök is komolyan vették, és kitartóak voltak. Ha zörgetünk, akkor megnyittatik nekünk. Maradjatok hitben, csak ez fog nekünk segíteni. Vigyázzatok, és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne esetek. Sokan a kimondott szavakat nem is hiszik, amit mondanak. És ezek összezavarják a szíveket. Egy orvos mondta, hogy az agy és a test között kell, hogy legyen egy kommunikáció. És ha mérgező a gondolatod, az rossz hangulat lesz a testednek. És üzenet fog lenni. És lerombolja az immunrendszeredet. És minden ember testében van olyan sejt, ugye? Hát ezt nem akarom mondani. És a pusztító rossz gondolatok, ezeket a rákos sejteket meg fogják eleveníteni. Tehát a gondolkodásmódod a szavaid által elő fognak jönni. És a negatív szavak működik, mert te hídben járó vagy. És a negatív is működik, és betegé tehetik a testedet. És a méreg? Hát a méreg az nem jó. Tudod, ki adja a mérget? A sátán. A szellem gyümölcseiben nincs méreg. Meg izgalom, meg pánik, meg félelem, meg aggodalom. Isten azt mondta, az aggodalomról beszéljek. Tele vagytok aggodalommal. Akarsz látni csodát, akkor kérlek, figyelj a szavadra és a tetteidre, és nézd meg, hogy mit van. Mert kis dologgal is tudsz nagy dolgot tenni, és kiütni a sátán. Tehát Jézus szavai által te meg tudsz gyógyulni. És a saját jövődet tudod formálni a szavaid által. Mindig megvallom a szememre. Én már meggyógyultam 24 évvel ezelőtt, és én minden nap imádkozom. Azt vallom meg, amit akarok, nem azt, amit látok és érzek. Gyógyulni akarok, és egészséges akarok lenni, és boldogulni akarok, és te is ezt akarsz. És vald meg a boldog házasságod, az anyagi áldásodat. Tessék ebben megerősödni. Tehát fájdalom, menj el innen. Egyet még szeretnék, akik gyógyulni akarnak. Hogy a problémához szóljunk, hogy milyen hatalmat kaptunk. Mert Isten belénk helyezett egy erőt,
Mi probléma megoldó emberek vagyunk, mert a szánkban van az ige, és a szánkban van az erő. Nem csak azt mond, hogy ó, én meggyógyultam Krisztus sebeibe. De amikor ott a fájdalom, akkor szólnod kell. Fájdalomnak menni kell. Azt a daganatot elátkozom a testembe. Azt a rendellenességet elátkozom a testembe. Ott helyreállításnak kell lenni. Egy lány így gyógyult meg, súlyos rákos beteg volt, és az orvosok azt mondták, hogy egy hete van hátra. Nem tudott menni járni, mert annyira beteg volt, hogy elkezdte a hit szavait szólni. És megdorgálták a fájdalmat. Megdorgálta. Maga felett. És azt a fájdalom, ami ott volt 7 éve, testébe, megparancsolta annak a szúró fájdalomnak menni kell. És megparancsoljuk a sátánnak, és megparancsoljuk azoknak a körülményeknek, ti, akik ma gyógyulni akartok, és gyógyulni akarunk, mert nem tudjuk, mi van a testünkben néha, hogy Jézus szent nevébe mennie kell az érzelmi megnyilvánulásnak, menni kell bármilyen fájdalomnak, és ha kopogtat a sátán nálad, akkor szólj a problémához. Igenis, szólj, fülem, hallasz tökéletesen, a fogam tökéletesen rág, a szívem tökéletesen dobog, a szent életed ritmusát veri, a vérnyomásom tökéletes. Atyám, köszönöm a Jézus nevébe, hogy meggyógyultam. A fájdalom felett hatalmat veszünk, a nehézségek felett hatalmat veszünk. Szúró fájdalom, Jézus nevébe távozz. Minden rendellenesség, minden renyhesség távozzon a belekbe, a szívekbe, a elmékbe. Galata 3:13 szerint meggyógyultam, és meg is tartom, és meg is akarom a gyógyulásomat tartani. Parancsolok annak a tünetnek, hogy tűnjön el az életembe, még ha nincs is erőd. Olyan gyenge vagy már, a vér folyik a beleidbe, vagy bármi is van. Egy kicsi erő is fel tud emelni. Beszélj a problémához. Megtiltom, hogy a testemben rendellenesség legyen. Megtiltom a szegénységet, megtiltom a rossz kedvet, megtiltom a gyűlölködést. Bármit, a sátán az egyszerűen mindent lopni akar tőled. A sátán gyűlöli ám azokat, akik Krisztusban gyógyultak meg. Ezért sokszor megpróbálja az életünket. De nekünk ellen kell állni. Hozzánk tartozik a gyógyulás, és ha engedünk a gyengeségnek, el akar minket a sátán pusztítani. Az ő célja az a János 10 szerint, hogy lopjon, öljön és pusztítson, hogy kirabolja a jó kapcsolatodat, a gyerekeidet, téged, a testedet és mindenedet. Majd szólunk a betegségnek, szólunk a gyengeségnek, szólunk a hegynek, hogy ugorjon a tengerbe. Amen. Amen. Amen.